Nem mond le és vállalja állambiztonsági múltját Tasnádi László, a belügyminisztérium rendészeti államtitkára. Tegnap derült ki, hogy a BRFK 3/2-es alosztályát vezette kém elhárítóként a rendszerváltás előtt levéltári dokumentumok szerint. Nagy Imre 25 évvel ezelőtti újratemetésén is a titkos rendőrség kötelékében dolgozott. Az ellenzéki pártok azonnal menesztését követelik. Tasnádi László az RTL híradó kérdésére azt mondta, a belügyminiszter és a miniszterelnök is tudott pártállami tevékenységéről. Az esemény, ahová csak az állami televízió kameráját engedték be két hete. Tasnádi László Pintér Sándorral beszélgetett, mielőtt Áder János köztársasági elnök kinevezte őket, a harmadik Orbán kormány tagjait. A rendészeti államtitkár Pintér Sándor kabinetfőnöke volt az elmúlt 4 évben. A rendszerváltás előtt a BRFK alosztályát vezette, legalábbis így szerepel a kormány honlapján. A tegnapi HVG-ből derült ki, hogy a kémelhárítással foglalkozó alosztályt, vagyis az állambiztonságnak dolgozott. Azokat a parancsokat hajtotta végre, amit egyébként a párt formázott meg először, és ezt ültette aztán át a belügyminisztérium nyelvére. Tehát neki az ügynököknek a jelentéseit kellett összefoglalnia, és neki kellett új és új feladatokat adni. 25 évvel ezelőtt Nagy Imre és mártírtársainak újratemetésén minden erejét bevetette az állambiztonság. A levéltári adatok szerint a helyszínről két ügynök Tasnádi Lászlónak jelentett, mint a titkos rendőrség egyik kapcsolattartó operatív tisztjének. A Vera Fedő nevű ügynökről egyáltalán nem találtak adatot a kutatók. Az Amur Fedő nevűről viszont 2020-ig titkosítva van minden nemzetbiztonsági érdekből. A résztvevőkről jelentettek a tartótisztnek. Kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Tasnádi László ma a levéltári adatok ellenére tagadta, hogy az újratemetésen bármi feladata lett volna. Azt viszont büszkén vállalta, hogy az állambiztonságnak dolgozott. Bármilyen hihetetlen, ez egy szakma. Magyarországon keverik össze a szakmát a politikával. Tehát én nem gondolom, hogy aggályos lenne. Tasnádi azt mondta, a kormányfő és a belügyminiszter is tudott állambiztonsági múltjáról. A miniszterelnök egyébként néhány napja, éppen a Nagy Imre újratemetés 25. évfordulóján a legolvasottabb német napilapnak, a Bildnek beszélt azokról, akik a pártállamot szolgálták. El kell ismernem, ellenfeleinknek volt tehetségük a hatalmuk megtartásához, és jó harcosok voltak. 20 éven bekerült, mire végleg legyőztük őket, és Magyarországnak 2011-ig tartott, mire Európa utolsó posztkommunista államaként végre új alkotmányt fogadott el, mondta. 12 éve Megyesi Péter hivatalba lépése után a Magyar Nemzet írta meg, hogy a szocialista miniszterelnök 3/2-es ügynök volt. A Fidesz akkor azt mondta, ilyen embernek nincs helye a kormányban, főleg nem miniszterelnökként. Megyesi Péternek távoznia kell. A Fidesz Magyar Polgári Párt erre szólítja föl őt. Tasnádi László menesztését most az LMP, az Együtt PM és a Jobbik is követeli. Azonnali lemondásra szólították fel. Tasnádin kívül a kormány részéről senki nem nyilatkozott az ügyről.